Kérdés ugye az, hogy milyen jogterületeket érint a családi vállalkozások utódlás tervezése, illetőleg maga a generációváltás. Átadhatjuk ugye a cégünket egyrészt a családon belül, hogyha van valaki, aki erre alkalmas, és akinek ezt meg tudjuk tenni, vagy átadhatjuk a családon kívüli személynek a cégünket, hogyha nincs megfelelő utód, vagy az utódom nem akarja folytatni, tehát mindenképpen lesz egy átadás, egy átörökítés. A családi vállalkozás az nem szól másról, mint szenvedéről, felelősségvállalásról és hosszú távú gondoskodásról. Nekem sajátos a családi helyzetem, van két gyerekem, akik nem cselekvőképesek, emiatt nálam még bonyolultabb ez a kérdés, hiszen nem tudom rájuk hagyni sem a pénzeszközök formában, sem működő vállalatként a vagyonomat. Azok a munkatársak, akikkel mi együtt dolgozunk, a kezdetektől fogva együtt dolgozunk, tehát gyakorlatilag nincs fluktuáció. Amikor átadásról beszélünk majd, akkor az ő sorsuk is legalább olyan fontos lesz, és olyan hangsúlyos lesz, mint a saját gyermekemnek a cégben való részvétele. Mert beszélhetünk mi dollárról, euróról, EBITDA-ról, beszélhetünk profitról, de az igazi érték azért valljuk be őszintén, különösen itt az 5X-en túl, azok az értékek, amiket az emberekben belül tudunk létrehozni. Amikor a férjem betöltötte az 50. életévét, szinte minden vacsora után ez volt a téma, hogy és mi lesz akkor, ha velem történik valami. Ha nem is minden este, de elég nyomasztó volt számomra, és kérdezte, hogy kihez fordulsz, mit fogsz csinálni. És ez az előre elképzelt valóság, ez egyik pillanatról a másikra 2004-ben megtörtént, egy autóbalesetben meghalt. És sajnos át kellett menni azon a, ugye nem csak a mi gyerekeink, hanem neki az előző házasságából is voltak gyerekei, akik nagyon helyesek, meg most már rendeződött a viszony, de valahol nem értették 20 évesként, hogy ez nem csak egy vagyon, hanem egy hatalmas felelősség is, hitelekkel, minden egyébbel, és ez nem arról szól, hogy most akkor azt csinálunk, amit akarunk. Abban az iniciatívában és abban a szellemiségben hiszek, hogy a vagyonnak valamilyen formáját, valamilyen részét, minél nagyobb részét, azt szerintem érdemes meggondolni, hogy nem konkrétan a gyerekekre hagyjuk. Ők ezzel dolgozhatnak, tehát ez egy kiváló dolog, hogyha ők ugyanazt a pályát szeretnék továbbvinni, de nem feltétlenül kell tulajdonosai legyenek. Ez miért izgalmas? Azért, mert hogyha ők egyszerűen szinte észrevétlenül beleszületnek ebbe a vagyonba, nem ők hozzák létre, jó esetben gyarapítják, elveszük tőlük azt az élményt, hogy az ő sikerük legyen, hogy ez a vállalat létrejött. Én ezt tanácsolom mindenkinek, hogy csak úgy szabad csinálni, ha a gyerekek átérzik, egyetértenek vele, és ők döntenek. Hát nagyon szerencsés vagyok, nekem 3 gyerekem van, és én mindig azt mondtam nekik, hogy ha mind a hárman benne vagytok, mind a hárman visztek felelősséggel területet, akkor ez megoszlik. Nem lesz rajtatok akkora teher, mint ér rajtam. És talán ez hatott. A lányom, mikor elvégezte a jogot, egy hónapig bírta mellettem, és aztán elment a közigazgatásba. Bálint egy Down-szindrómás autista kisfiú lett. Értjük akkor, hogy ő rám miért nem lehet számítani. Van 3 srác. Mindegyiknél a cégnek a személyi tanácsadója azt mondta, hogy figyelj, rúg ki őket a papa bankból és a mama panzióból. Ezt meg is tettük. Nagyon jó hatása van. Kezdik azt fölismerni, amit én felismertem a 90-es évek legelején, hogy itt állok a földön, fölöttem az ég, és a létra bennem van, hogy eljussak az égbe. Ha megnézünk egy kicsit egy pillanatra a családi cégeket, akkor vagy nagyon jól működnek a család miatt, vagy nagyon rosszul működnek a család miatt. Szóval szerintem egy kicsit a kérdés az, hogy a családi értékek bemennek a cégbe, vagy a cégi, vagy egy tipikus cég érték, az bemegy a családba. És amit az édesanyámtól tanultam, az édesanyámtól milliószor, hogy az Isten ugye mindig megmutatja az utat. Én nagyon sokszor a döntéseimnek 80%-át ösztönből tettem meg. A menedzsmentnek a 95%-a a saját tanítvány volt. Tehát vagy gyakornokon volt, vagy tanítottam. És ugyanígy kerültek oda hozzám a gyerekeim is. Tehát bejelentkeztek, hogy gyakornokként ott szeretnének tanulni. Közgazdászok egyébként mind a ketten. És
Mindenkinek azt kívánom, hogy a gyakorlati idő végén, vagy ha úgy alakul, akkor egy soha nem csábított gyerek beüljön az íróasztalával szembe, és azt kérje, hogy szeretnék itt maradni. A nagyobb fiam bekapcsolódik a cégbe, mi az, hogy a kürtből letörtünk egy darabot, ez a Kürt Akadémiát, ami egy felnőtt oktatási intézmény. Ez az a hely, ahol ő alkotni tud, ahol ő meg tudja valósítani önmagát. Egy jó család segít a katarzist jól megélni, a katarzisokat átélni, és a jövőt építeni. Ez a név, mint sok más név, hát ahol az emberek valamilyen hagyomány, elképzelés van, mit lehetne összekötni ezzel a névvel, hát ez egy nagy felelősség. És mindenhol, ahol én valamit csinálok, és hát ez rosszul csinálok, vagy jól csinálok, mindig a Habsburg csinál, és nem a György. Különlegesen Magyarországon, mert hát minden más ország, ez Georg von Habsburg, itt Magyarországon, ez Habsburg György, hát a Habsburg mindig előtte jött, és hát ilyen falakon már tudom, hogy ez mondjuk a név, egy nagyon fontos kötelezettség van, hogy az ember rendesen viselkedik. Thank you.